12 éve volt arra az Orbán kormánynak, hogy felkészítsék Magyarországot a napelemek széleskörű használatára, ám ezt az LMP szerint elmulasztotta a kormány. A zöld párt ezért azt követeli, hogy a kormány vonja vissza a napenergiát ellehetetlenítő rendelkezéseket. Közleményükben az olvasható, a kormány szavakban ugyan támogatja a napenergiát, a gyakorlatban viszont teljesen ellehetetlenítette. Nem lehet új kereskedelmi vagy vállalati fogyasztást csökkentő naperőművet építeni, a háztartási kiserőműveknél pedig megtiltották a hálózati visszatáplálást. Az LMP ezért a rendelkezések visszavonását követeli, kezdve azzal, hogy a hálózatban nem tápláló vállalati napelemeknél ne legyen akkumulátor telepítési kötelezettség, a háztartási napelemeknél pedig tegyék lehetővé újra a visszatáplálást. Kanász Nagy Máté pedig már itt is van velem a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mondhatnám, hogy akkor gyorsan válaszolhatná is az összes Emily által feltett kérdésre, de akkor azért próbálom szűkíteni a kört. Kezdjük onnan talán, hogy október 26-án volt az említett és sokak által ismert obstrukció a parlamentben, ugye közel 24 órán át tartott a vita. Akkor arra számítottunk, hogy talán a kormány meghal néhány felvetést és javaslatot az ellenzéki oldalról, és majd beépíti a törvénymódosítás során. Most olybá tűnik, hogy ennek mégsem lett eredménye. Ön hogyan értékeli ezt a helyzetet? Valóban arról van szó, hogy volt egy nagyon hosszú vita a parlamentben néhány héttel ezelőtt, ez közel 24 óráig tartott. Ott nagyon sok érv elhangzott a mi részünkről, ugye ott az LMP frakciója, illetve Jámbor András és Tordai Bence vett részt, heten voltunk az éjszakai órákban. Ami történt, az volt egy bizottsági ülés, ahova bejött egy módosító javaslat. Gyakorlatilag átírták az eredeti módosítót, de a lényege az megmaradt. Tehát a lényeg az továbbra is az, hogy az állam azt üzeni mindenkinek, hogy segítsen magán, segítsünk magunkon, mert az állam nem fog segíteni. Ami picit módosult, hogy az egyházak szerepét egy picit kijebb vették, lehet, hogy itt valami lobby érvényesült, hogy nekik azért mégsem kéne olyan komoly szerepet vállalni ugye a szociális problémák megoldásában. Természetesen most is nagyon sok intézményt tartanak fenn, hiszen az államnak a leépítése azt is jelenti, hogy egyházaknak szerveznek ki nagyon sok feladatot. Szerintem ez egy fontos vita téma, hogy ez pozitív vagy éppen negatív. Tehát a lényeg nem változott, és arra mai napig nincsen válasz, hogy pontosan mit akar ezzel a kormány. Ez lett volna egyébként a következő kérdésem két, is, de akkor nem találják. Két ötletem van. Az egyik az, hogy idézőjelben mondom, hogy ez csak egy ideológiai üzenet, és ez valahonnan a KDNP részéről jön, hogy azt üzelik a törvénymódosításon keresztül, hogy tessék gondoskodni magadról, mindenki oldja meg a problémáját. Ez lehet egy üzenet, ezt egy állam mondhatja. Mondta ezt már az állam mondjuk 100 évvel ezelőtt is, vagy a neoliberális államok mondták a 70-es, 80-as években. A probléma az, hogy egy gazdasági válság, szociális válság kellős közepén szerintem ez elég méltatlan üzenet. Az előbb azt említette viszont, hogy ugye, ha az egyházra testel a feladatot az állam, akkor az vita téma is lehet. Ezt hol érzi fajsúlyosnak? Ezt alapvetően gyerekjólétellátások vagy az idősellátás területén lehet látni ezeket a kiszervezéseket. Itt alapvetően mindig az a kérdés, hogy az ellátott számára mi az ideális állapot, mert lehet, hogy mondjuk az egyházi intézményeket plusz normatívával jobban finanszírozzák. Szerintem ez egy igazságtalan helyzet, hogy intézmények között különbséget tesznek. Tehát lehet, hogy ott valóban jobb körülmények vannak, csak itt mindig ugye a világ nézetileg semleges ellátáshoz való jog, ennek az elve, ez hogyan érvényesül, ez lehet egy kérdés. A másik pedig az, hogy lehet, hogy viszont gyakorlati következményekkel jár ez a törvénymódosítás, és ez az igazán fenyegető. Itt arra gondolok, hogy megágyaznak annak, hogy további leépítéseket, forráskivonásokat, összevonásokat, várólista növeléseket készítsenek elő, hiszen innentől kezdve a szociális törvény egyenesen ebbe az irányba mutat. Ha az államnak nincs felelőssége, és az egyénnek van, akkor nem kell annyit költeni a szociális ellátásra, még annyit se, mint jelenleg. Ugye a legfőbb narratíva az most az, hogy az állam kvázi kivonul ebből az ellátási hálóból, vagy legalábbis ugye az utolsó helyre teszi magát, de ahogy ön is említette, az egyháznál, sőt az önkormányzatoknál is van egy állami normatíva. Kvázi mondhatják azt, hogy kérem szépen, mi támogatjuk azokat az intézményeket és egységeket, akiknek szükségük van arra pénzre, hogy egyébként a szociális hálóban aktívan és jól részt tudjanak venni. Hogyha megnézzük, azért tendenciaszerűen 2010 óta csökken a szociális terület finanszírozása, itt a reálértékről és a GDP arányos finanszírozásról beszélek.
Európai Uniós összehasonlításban is nagyon-nagyon keveset költünk szociális védelmi kiadásokra. Ugye ez jelenleg a GDP-nek alig több mint 17%-át haladja meg. Ez 2010 előtt egyébként folyamatosan 20-21% pont fölött volt. Ezek súlyos, 1000 milliárdokba mérhető különbségek, hogyha reálértéken hasonlítjuk ezt össze. És hát a várólistákban, az intézmények helyzetében, a szociális dolgozók megbecsülésében, illetve ennek hiányában mindenhol ott van az alulfinanszírozottság a rendszerben. Ön szerint akkor nem lehet mondjuk egy olyan érv a háttérben, hogy ezzel némiképp spórolni szeretne a kormány, hogy gyakorlatilag nem tömködi be azzal az összeggel ezeket a lyukokat, hanem próbál magának felhalmozni. Ugye sok kérdésben szoktam én pedzegetni ezt a kérdést, akár az inflációnál, amikor ugye az ellenzéki oldalról például a DK az áfa csökkentését szorgalmazná, hogy oké, de miért akarná, ha ezt csak mondjuk egy magánszemélyként kezeljük, a bevételi forrásának legfőbb hozadékát az ember csak úgy kiszórni, idézőjelben a csak ott természetesen. Lehet, hogy esetleg ez is egyfajta ilyen kezdeményezés. Én ezzel egyetértek, és a forrás kivonás ebbe az irányba mutat. Egész egyszerűen nem tekintenek úgy a szociálpolitikára, hogy az valami fontos dolog lenne. Azt gondolják, hogy lehet, hogy itt egyéni szociális problémákat meg lehet oldani, egyébként oldja meg az egyén, de hát a szociálpolitikának a prevenciós szerepe, a megelőző szerepe, hogy ne alakuljanak ki a problémák, hát ahhoz ellátások kellenek, szakemberek kellenek, országos lefedettség kell, ezt nem tartják fontosnak. Nem tartják fontosnak, hogy a szociálpolitika a társadalmi összetartozásnak, a kohéziónak és az egyik eszköze és fontos politikája, ahhoz, hogy társadalmi jól létet teremtsünk, ahhoz gondoskodásra, ellátásra, biztonságra, biztonság érzetre van szükség. Hát ennek az érzetnek a lehetőségét is elveszik akkor, amikor ránk mutogatnak, hogy de mi oldjuk meg a gondjaimat. Korábban is, nem? Tehát, hogyha most csak a mindennapjainkra gondolunk, akkor azt látjuk, hogy van egy ilyen kellemetlen beletörődés az élethelyzetbe, hogy tudjuk, hogy ez ezzel jár. Tehát már nem is veri ki annyira a biztosítékot az embereknél például ez a törvénymódosítás, mert nagyjából az van, hogy vannak várólisták, hónapokra előre kell mondjuk egy orvosi vizsgálatra bejelentkezni, nem beszélve az idős otthonok helyzetéről, tehát ebben élünk. Már nem is olyan nagy meglepetés, hogy ez folytatólagosan így lesz. Igen, és ezért mondom azt, hogy ez egy tendencia, tehát ez nyilván nem most kezdődött, és nem ezzel a törvénnyel indul el, ez egy évtizedes folyamat, aminek most talán valahol a közepén vagy útközben tartunk. És a másik nyilván van egy anyagi helyzet, tehát egy kényszerhelyzet, költségvetési helyzet. Egy válság kellős közepén a magyar állam nem az emberekre, szociális ellátásra, szociális biztonságra akar költeni, és pláne válság idején többet kéne erre költeni, mint korábban, hanem továbbra is mondjuk a multik adó kedvezményére, a nagyvállalatok idecsábítására. Tehát itt az egész gazdasági és társadalmi modellből levezethető gyakorlatilag az, ami most történik. Hát de ők csábítják a nagyvállalatokat, hiszen ott van a 9%-os adó, ami hát pont ezt azért... mondom, hogy pont ezért a nagyvállalatokat csábítják, finanszírozzák. Ők ugye azt mondják, hát munkahelyteremtés. Igen ám, de nem a magyar KKV teremt itt a munkahelyet a kormány ideológiája szerint, vagy gazdaságpolitikája szerint, hanem teremtse meg a multi. Ezért őket fogjuk támogatni, a német tőkét, a francia tőkét, a más európai nagyvállalatokat. Ezeket vonzuk ide, holott hát a társadalom, és még egyszer az összetartozás, a jól lét, ezekből a szövetekből áll össze, ami a szociálpolitika, ami a KKV, ami az önkormányzat, ami a helyi közösség, a családoknak a megerősítése, és nem az, hogy megkülönböztetjük a családokat, hanem mindenkit egyformán segítsünk meg, nyilván lehetőségének, helyzetének megfelelően. Igen, bocsánat, akkor én félreértettem az előbb a gondolatiságon. Ön szerint arra lesz bármiféle kezdeményezés a kormánynak, vagy mit látnak a háttérben, hogy mondjuk akkor tényleg a sok miért idővel meg is adják a választ, hogy például meddig terjed a családnak a felelőssége, az egyén felelőssége, egyáltalán ki fogja ezt ellenőrizni, és az a hatáskör az miben fog testet ölteni, hogy gyakorlatilag akkor én most fordítottam arra elég figyelmet, hogy megoldjam a saját helyzetemet. A családtagok között milyen mértékig távolodott el a rokonsági fogban, de nem is tudom, hogy ezt lehet egyáltalán ellenőrizni. Én erre egyébként pontosan rákérdeztem a törvény vitájában, ezt hogyan fogják vajon méricskélni, hát természetesen nem érkezett válasz. Én félek viszont, hogy ma az egészségügyi törvény módosítását tárgyalja a parlament, ami már is ad erre egy választ. Nagyon-nagyon fenyegetőnek tűnik az a helyzet, hogy akik tartós gondozásra, krónikus állapotban vannak, tartós gondozásra szorulnak, ők az egészségügyből átkerülnek a szociális ellátások rendszerébe. Talán ez még önmagában nem is probléma, de hogy hova kerülnek, ki fogja őket gondozni, a családnak mi lesz a felelőssége, mennyit kell érte majd fizetni, hogy ez a krónikus ellátás ez megvalósulhasson,
Lehet, hogy már is bekövetkezik az, amiről mi beszéltünk az elmúlt hetekben, hogy ez következik a szociális törvény módosításából. Várjuk meg a mai napot, várjuk meg a holnapot. Parlamenti vitára készülünk, ahol ezek a kérdések újra elő fognak jönni az egészségügyi törvény módosítása után. Sőt, várjuk vissza ide a stúdióba, mert a napelemekre most ugyan nem jutott időnk, nézze el nekem, de ez is nagyon-nagyon akut kérdés volt, és köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, és beszélgettünk a témában.